A zsinagóga és az eklézsia, a két egyistenhitű világvallás nagy temploma mellett a 20-21. Században egyre több kis templom épül, csak úgy, mint ez a kezdetek kör volt. Gondoljanak arra az egyetlen nagyon vékony üres oldalra, az egyetlen kis lapocskára, ami az Ó és az Új Szövetséget elválasztja a Károli Bibliában egymástól. Ennyi, távol és közel. Amit ember egyáltalán megismerhet az örökkévaló szándékairól, az valahogy mindig a halál közelében jelenik meg. Arra is gondoljanak, hogy a bibliák mennyivel többet beszélnek a halálról, mint a születésről. Következő vendégünk régóta nagy tiszteletnek örvend, különösen amióta halál élményét élettapasztalattá fordította népszerű ezoterikus könyveiben, Müller Péter. Aki szerint kivétel nélkül minden embernek személyes drótja van Istenhez, azonban ezt az elméletét nem szeretik a hagyományos egyházak. Péter, először is forró drótja van szerinted az embernek Istenhez, és ezt mi mondtuk rosszul, hogy csak egyszerűen drótkát fogalmaztuk. Miért megbántam ezt a mondatot. Megbántad? Ne bánd meg. Engem érdekel ez a forró drót. Mi az, hogy be vagyunk mi kötve? Kérlek szépen, mindazt, amit hallgattam hátul, egy csomó dolog lebeg most itt a levegőbe, ami úgy érzem fontosabb. Ugyanis a hagyományból nem lehet kilépni. Az emberiség ős hagyománya az egy, Hamvas Béla úgy mondja, alapállás. Minden vallásnak van egy közös gyökere. Ha abból valaki kilép, az egyszerűen nem igaz. Tehát ez csak egy önkényes értékítélet kívülről. Nem, hanem a vallások azok tulajdonképpen nem egyebek, mint hogy az emberiség ősi alapállását megpróbálták a közérthetővé tenni, élhetővé tenni az egyszerű emberek számára. Az már nem az hagyomány, az már egy picit lejjebb van, és ezért is szenvednek abban, hogy osztódnak. Jézus azt mondta, aki velem van, az összegyűjt, aki ellenem, a szétszól. Na de hát az egy lehetetlen. Hát Jézus előtt is vannak hagyományok. Szóval most meddig megyünk vissza? Mi az a megragadható archetípus? Jézus nem mond mást, mint az igazi mély értelembe vett védatanítás. Nem mond mást, mint a zsidó kabala. Nem mond mást, mint az arab szufi. Csak másképp fogalmaz? Igen. Itt a szintézis, tessék. Igen, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy szintézis, vagy szinkretizmus, vagy integrációja a különböző vallásoknak, gondolkodásoknak. Tehát, hogy értelmezzük, mit mondott Jézus? Az, hogy az atya bennem van, én bennetek vagyok, és mindannyian az atyába, ez más nyelven a védákban is megtalálható, csak nem Jézusnak hívják. Más neve van. Mindig ugyanazokat a képletes beszédek, képes beszédeket kell értenünk a tanítások alatt, mint ezer évvel ezelőtt? Egyáltalán. Hát most Krisztiánra gondolok, aki teljesen minden tanító, mester, ha jól tudom, még könyvek nélkül is, végig gondolt egy csomó mindent a életében, jól mondom? És egy csomó következtetésre jutott, amire úgy gondolja, hogy amit fontosabb. Amit ő mond, az tulajdonképpen egy olyan fajta bevillanása az emberi léleknek, amit atmikus élménynek nevez a milyennek? Hát egy atmikus? Hát Atmánnak hívják azt a belső felsőbbrendű én tudatot, ami az emberben felvillan. Isten élmény, így mondjuk. Nagyon sok embernek van Isten élmény, aztán más kérdés, hogy mit kezd vele. Uh-huh. És más kérdés, hogy meggyőződésem szerint nem veszélytelen dolog. Te is így éled? Mester nélkül. Mi nem beszéltem, mert mint hogy élek meg? Hogy mester nélkül, önfejűen... Nem azt mondtam, kétféle út van, mesterlés, a mester nélkül. Valakinek mesterrel kell, valakinek mester nélkül. Én úgy vettem észre, hogy igazából nem mondhatja meg senki azt, hogy neked mi a jó, vagy mi a rossz. Hogy téged mi visz előre, vagy mi visz hátra. Bocsát, megmondhatja, tehát csak nincs semmi értelme, persze. Tehát sokan mondják, sokan meg, próbálkoznak. Így van. Hiszen azért vagy egyén, azért van egy saját tested, egy saját életed. Nagyon sok bölcsesség van a hagyományban. De nem akarok mester lenni. Nagyon sok bölcsesség van a hagyományban, de csak akkor lesz bölcsesség neked, ha belőled fakad. A hagyomány csak magadra erőlteted valamiért, papád rád erőltette a mamád, nincs jobb utat, félsz, akkor a hagyomány igazából megfojt. Ha a hagyomány belőled fakad, akkor viszont a hagyomány sokat adhat, akkor sokat adhat a múlt. Én különböző okok véget jól mozgok térben és időben. És nagyon jól láttad, hogy meddig kell visszamenni. Jézusig, utáig, hova kell visszamenni.
Én úgy vettem észre, hogy az egyéni létezés az mindig is egyéni volt, és egyéni is lesz. Összekapcsolódnak, adnak egymásnak, segítik egymást, színesítik egymás világát, de igazából, hogy ki hogyan talál meg önmagát, hogy ki hogyan talál meg mondjuk Istent, ha már használják ezt a szót, amit amúgy nem szeretek használni, akkor az már mindig az egyéntől függ, mindig. De hát hasunk egymásra. Persze, adunk egymásra. És arra, aki úgynevezett önálló utat, vagy egyedi utat jár, arra is hatnak az emberek. Én nem tudom, nem ismerem ezt a módszert, hogy még csak könyvet sem, meg még semmit sem viszek magammal, és úgy próbálom megkeresni az Istennel való kapcsolatot, vagy magamban azt, akit mi Istennek hívunk. Én azt gondolom, hogy akkor is ott zengenek a múltam, a gyerekkorom, a benyomások, az iskolai tanítómestereim, tehát nem igaz, hogy függetlenül. Nem tudok függetlenül létezni. Erre kell kezdeni első lépésben, hogy a múltat próbálod túllépni, túlszárnyalni, hogy ne hasnáltad a tanító. Ebből kell kezdeni. Péter nem szereti ezt hallani. Azt látom, hogy ne legyen tanító, hogy a tradíciókhoz ne kössük magunkat. De más dolgot értek én tradíció alatt. Nem vagyok híve egyébként. 1956-ban, amikor itt a nagy zűr volt, az volt kiírva, új vallás indul, érdeklődni a házmesternél. Igen. De most ez nem tulajdonképpen az. Ebbe élünk. Ez meg lett. Akkor nem tudtuk megcsinálni, most van. Ez nem ilyen egyszerű. Már mi beszéltünk az Eszterrel arról, hogy van valláspiac, de talán ennyire durván. És van egy ilyen, egy pszichiáter barátunk emlegeti így, hogy mindenki megalkothatja a maga spirituális igényének megfelelő kotyvalékot, tehát az aluljáróba a könyvesnél megvehetem a különböző könyveket, egy kis kereszténység, egy kis jóga, egy kis spiritualitás innen-onnan, néhány technika, és megszületik a magam alkotta vallás. Na most ki az, aki nekem ebben segít, aki megtámogat, amikor esetleg ettől megszédülök, és rosszul vagyok, és téves utakra megyek? Jellegzetes tragédiája a mi korunknak a mester hiánya. Egyébként a nagy tanítók, tehát például Ibn al-Arabi, szufi, illetve hát a Mohamedánnak nagy szentje, azt mondja, hogy a bölcs nem híve egyetlen vallásnak sem. De Ramakrishna, a India nagy szentje viszont azt csinálta, hogy bizonyos időszakonként bement és átélte azt a vallást. Volt zsidó, volt különféle keresztény, katolikus, református, és úgy jött ki belőle, hogy azt mondta, gyerekek, ezek egész jó vallások, mit akartok? Csak az egyik az al-Arabi volt, egy megvilágosodott bölcs, és a másik a Ramakrishna volt, igen, egy valódi szent. A kérdés, hogy ha nem az valaki, ha nincs hitele, mert itt arról van szó, hogy hit. Ez már azt jelenti, hogy... Nagyon fontos dolgot akarok most mondani. A magyar nyelvnél nagyobb csoda nincs. Igen. A hit és a hitelesség, igen, azonos gyökerű valami. Nem hit az, aminek nincs hiteles, személyes képviselete. És nem hiteles az az ember, akinek nincs.